Köszöntelek benneteket! Folytatódik az esős időjárás, további kiadós mennyiségű csapadékra lehet számítani. Lesznek olyan területek, ahol az átlagos januári havi csapadékösszeget is meghaladhatja. A 48 órás csapadékösszeg, ez egyébként 33 mm körüli csapadékösszeget jelent, pontosabban ezt meghaladó értéket. A csapadék mellett pedig szélre is lehet számítani, így érdemes elővenni a masszívabb esernyőket, vagy éppen az esőkabátokat. Jelenleg egyébként egy hosszan elnyúló hullámzó frontrendszer, illetve annak déli ágán kialakult mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Ezek csak szépen komótosan haladnak majd kelet felé, és várhatóan majd csak szerdára hagyják el hazánk térségét. Az előttünk álló éjszaka folyamán kitart a borult idő, és sokfelé számíthatunk majd esőre, majd a hajnali órákban a nyugati határszélen már elkezd megszűnni a csapadék tevékenység, a minimum értékek pedig általában 3 és 7 fok között alakulnak. Aztán, ahogy láthatjátok is, holnap napközben lényegesen nem változik a hőmérséklet, ugyanis az ország nagy részén kitart a borult idő, kisebb-nagyobb felszakadozások majd a délutáni órákban a Nyugat-Dunántúlon fordulhatnak elő. Mindemellett pedig kezdetben még sokfelé lehet esőre számítani, majd a csapadék tevékenység az fokozatosan kelet felé helyeződik majd, illetve ekközben gyengülni is fog majd a csapadéknak az intenzitása. Halmazállapot váltás az inkább csak az északi hegycsúcsokon fordulhat elő. A csapadékösszeg a mai, illetve a holnapi nap folyamán összességében nagy területen meghaladhatja majd a 20 mm-t. Ahogy láthatjátok is, nagyobb mennyiségre elsősorban a Dunántúlnak a keleti felén, illetve a Duna-Tisza közén lehet számítani. Ezeken a részeken akár 30, sőt lokálisan 40-50 mm-t is meghaladhatja majd a 48 órás csapadékösszeg. Mindemellett pedig a szél is egyre nagyobb területen megerősödik majd. Ahogy látható is, elsősorban a reggeli órákig a Dunántúlon számíthatunk majd szélerősödésre, majd holnap napközben már keletebbre is egyre nagyobb területen erőre kap a szél, sőt kifejezetten egyébként a nyugati részeken viharos erejű lökésekre is lehet számítani. A következő napokban nem változik lényegesen időjárásunk, nyugat felől továbbra is enyhe óceáni eredetű légtömeg érkezik kontinensünk fölé, ennek megfelelően pedig az északkeleten lévő fagyos légtömeg is egyre inkább kiszorul majd. A nyugat felől érkező ciklonok, illetve frontok pedig felhősödést és időszakos csapadékot is okoznak majd itt a Kárpát-medencében is. Én ezzel most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk legközelebb is. További szép napot, illetve szép hetet kívánok nektek. Sziasztok!